A betegségeink valós okait és a háromszintű gyógyítás útjait szeretnék bemutatni. Vagyis itt rögtön kiderül, hogy nem arról szól a történet, hogy doki, beteg vagyok, gyógyíts meg. Itt valahol meg kéne értsük, hogy mik a valós okok, mert egyezünk meg rögtön az elején valamivel. Bármiről is legyen szó. Amíg az alapokat nem tesszük rendbe, addig a felépítmény inogni fog, nem? Ha hibás alapokra ültetünk le egy elméletet, egy tudományt, egy házat, annak a következménye az lesz, hogy utána bármit is fogok csinálni, a következménye az már nem lesz tökéletes. Ezzel mindenki egyet tud érteni? Így van? És azon vagyok, hogy mindig az alapok írásak le, és ha ott rendet csináltunk, akkor onnantól kezdve biztos, hogy minden következtetés is helyes lesz. Nos, amíg el is tudna ez az egész indulni. Jó. A Dalai Lámának az idézetét azért hozunk be újra és újra, mert nem még vissza is fogok erre utalni, mert valami nagy igazságot mond ki a mai kor emberével. Ugye az, ami leginkább meglepő az emberiséggel kapcsolatban, az pontosan maga az ember, mert feláldozza az egészségét, hogy pénzt keressen. Aztán feláldozzuk a pénzt, hogy visszaszerezzük az egészséget. Muszáj ezt játszani? Erről szól az életünk, hogy mennyi pénzünk van, mennyire gazdagok vagyunk. Aztán olyan izgatottak vagyunk a jövővel kapcsolatban, tehát annyi félelmünk van, hogy elfelejtjük élvezni a jelent. Az eredmény az, hogy nem jön sem a jelenben, sem a jövőben. Úgy jön, mintha soha nem halna meg, és úgy hal meg, hogy soha nem is jött igazán. Kiegészítésként van egy nagyon jó hírem, kérem szépen, a halál előtt is van élet. Csak nem mindegy, hogy élek, vagy félek. A szabad foglalkozású orvos természetgyógyász ezt a fogalmat fedi le, hogy valójában én a tapasztalataimból, és hát nyilván a tanulmányaimból gyújtam össze azt, amit itt elmondok, és mivel orvosként nem találtam választ a betegségek megoldására, hát lettem természetgyógyász is, aztán kiderült, hogy ott legalább nem kemótatnak, hanem gyógynövényeket, de még mindig nem tudjuk, hogy mi a betegségek valós oka. Aztán, amikor megismerkedtem a germán gyógytudománnyal, hát az egy fordulatot hozott az életembe, és hát a jó hírem az, hogy még nem találkoztam emberrel, akinek nem tudtam volna megmondani, hogy valójában mi a betegségének az oka. Ebből rögtön kiderül, hogy nincsenek ismeretlen, rosszindulatú folyamatok a biológiában, mert minden valójában a túlélésről szól. Ha valaki megbetegszik, hát itt természetes, hogy bemegy az orvosi rendelőben, és hát itt azt fogjuk találni, hogy rengeteg a kutatás, kétesek az eredmények. Mert miért? Mert a testtel foglalkozik az orvos, műtünk, fúrunk, faragunk, mérgezünk és sugarazunk. Nagyjából erről szól mindaz, amit a mai medicina csinál, már több évtizede. Hogy ennek mi a háttere, azt holnap egy riportban kivetítem ki, Lén Szentbiernak a Szabadságot a véletlen című riportja pontosan ezekre a dolgokra világít rá. Addig, ameddig az orvos nem hallott a germán gyógytudományról, amit nem ítélhető el, hiszen erre tanították, engem is erre tanítottak. Csak el kell gondolkodni, ha valami nem jön össze, hogy annak mi lehet az oka. Az alternatív gyógymódok, azok mondom legalább természetes anyagokkal, energiákkal, információkkal próbálnak segíteni, hagyományos tudás itt van, és nagyon sok mindenben belebújtam, hadd nem mondjam, mindentől egészségről volt szó, ott megjelentem egyszer ráfáztam, mert kiderült, hogy fazékben mutató volt. De hát úgy volt megkérdett, hogy egészségről lesz szó, hát akkor én elmentem. Szóval ennyire a gyógyulás érdekel engem, és nem teszek megjegyzést senkire sem, mert éppen nem orvosként mondja el azt, amit mond,
Kérem szépen, a gyógyítás az nem kifejezetten csak az orvosoknak a tudása, vagy az ő feladata, vannak nagyon sokan, akik képesek a gyógyításra, de már azzal is nagyon sokat segítünk valakinek, ha meghallgatjuk. Miért? Mert nem lesz magányos, és nem indul el a biológiai programnál. Tehát tanultam hagyományos kémai, népi gyógyászat, gyógyfejt, tartmaszás, csontolásás, antropozófia, stb. De mindegyik nagyon jó egy szegmensre, valamit nagyon jól megold, de például a hagyományos kínai orvoslással sose fogunk rákot gyógyítani. Viszont nagyon jól tudjuk harmonizálni a szervezetnek az energetikai szintjét. Sokáig Magyarországon nem volt elismerő hagyományos kínai orvoslás, mert hát nem tudjuk kibonzolni azokat a nyabályos meridiánokat. Most ugyanez a bátéria, a homeopátiát, azt is tanultam. De hát annyiből, ha valaki anyagban gondolkodik, honnan fogja megérteni, hogy rezgések is vannak, és azok hatnak az anyagra, nem? Na, itt van a homeopátia lényege. Hát szegény Hahnemannt is megszólták a Bécsben a kollégáim, mert irigyek voltak, mert az ő betegei jobban gyógyultak, mint a többieknek a betegei. Zárójelben még a homeopátia védelmében elárulom, hogy az angol királynő még a lovait is homeopátiával kezelteti. Na most elmentünk már orvoshoz, természetgyógyászhoz, költöttünk egy csomó pénzt, és még mindig nem gyógyultunk meg. Hát akkor félek, nem félek az internettől, felmászok rá, és fogunk tanulni, találni csodapirulákat, csodaitalokat, csodagépeket, aztán csoda, ha életben maradunk. Mert hát volt erre is igen egy olyan történet, ami hát nagyon kellemetlen, mert a hölgyek itt elvittek egy ilyen felmérésre, kapott, mondjam azt, hogy mérések alapján egy olyan sokkot kapott, hogy aztán belehalt. Pedig addig semmi panasza nem volt. No, szóval az interneten is vannak jó dolgok, de tudni kell, hogy hogyan válasszam ki, hogy melyik a jó, melyik a nem jó. És ugye a dolgok 80%-a hamis. Most akkor, ha itt tartunk ma, akkor találjunk ki egy olyan rendszert, egy olyan megoldást, ami segítene nekünk abban, hogy meggyógyuljunk, ha már megbetegedtünk. Jó? Találjuk ki együtt. Én csak megkérdezem, hogy egyet értenek-e azzal, hogy a valós megoldáshoz valójában először tudnom kell, hogy az emberi test, ugye a szerkezet az miből áll, ez természetes, ezt tanítják a medicinán, egészségügyi főiskolán, természetjogászatban is van az emberi testről némi tájékoztatás, de itt is le kell ásni az alapokig. És Hahnemann doktor ezt tette, leásott az alapokig, és arra építette föl az egész tudományt, mégpedig az embriológiára, vagyis a fejlődés történetre. A megtermékenyítés után ugye az egyetlen sejtből alakul ki minden sejtünk, ami kialakul, amivel megszületünk, és ezt a 9 hónapos történetet, ha ismerjük a medicinában vagy a biológiában, akkor már tudni fogjuk, hogy ez a bizonyos sejt, vagy a szervnek, mondjuk a vesének a vesegyűjtő csatornája honnan származik, és hogy akkor hogyan fog működni. Igen, a működés a következő, amit tudni kell. És hiába tanultunk annyi tünettant, belgyógyászatot, kórélettant, sebészeti tünettant, bármit. Mindig abban csúsztunk bele, hogy vannak tünet együttesek, megfigyelték, hogy az esetek 70-80-90%-a ezek együtt jelennek meg, vagy egy betegség után megjelenik másodlagosan még egy betegség, és hú, hatalmas gáz, 6-7-ig még antibiotikumot adunk. Tehát a működésről valójában nem kaptunk világos képet, mert hiszen az öt biológiai természettörvény az, ami mindent leír, ami nem csak az emberre, mint biológiai lényre vonatkozik, hanem cicára, kutyára, kisegélre, egyaránt. És ha már ismerem, hogy mi a szerkezet, tudom, hogy az hogyan működik, akkor most már meg kéne találjuk a betegségek valós okait minden szinten. Szinte minden. Itt azért lényeges, mert ne gondoljuk azt, hogy csak lelki szintű megbetegedések vannak. Hát vannak azért fizikai szintű megbetegedések is, balesetek, mérgezések, stb. Nem.
És hogyha megvan, hogy mi okozta, most már megtaláltuk, hogy mi okozta a betegségünket, hát akkor némi megoldást is kéne nyújtani rá, és nyilván, hogy a legjobb megoldás mindig az okok föltárása után az okoknak a megoldása, kiváltó okoknak a rendezése. Egyetértünk? Egyszerű példában, ha vizesedik a fal, akkor azt kell megszüntetni, és nem a vizes vakolatot leverni is, és biztosító vakolatot felrakni rá. Van kőműves köztünk? Nagyon jól tudom, egy előző körzetemben a templomot így vakolták fel, aztán a víz megjelent a biztosító vakolat fölött. Hát. Tehát ha nem az okkal foglalkozok, hanem megpróbálom elsimogatni, eltüntetni a tüneteket, akkor az nem lesz megoldás. És a példákat azért mondom el, amik most jönnek pontosan a fizikai, majd a biológiai világból, hogy megtaláljuk, hogy lássuk, hogy a valós megoldás mindig a legjobb megoldás. A valós megoldás, és ezt megtaláljuk, akkor természetesen sikerünk lesz a dologban. Nos, hogyan valósul meg egy háznak az építése? Mondjuk biztos, hogy kellenek hozzá építőanyagok. Egyetértesz vele? Építőanyag kell a házhoz? Mindenképpen kell. És mondjuk, ha az telekre leszállítottam minden építőanyagot, akkor kell még valami ehhez, hogy ház legyen. Hogy? Akifelé. Így van. Tehát ott vannak a kőművesek, villanyszerelők, vízgázszerelők, és az egész csapat ott van, dolgoznának, mit fognak kérni? A tervet fogják. Voltak már tanfolyamon? Vagy már építkeztek. Valószínű, már építkeztek, és építész vagyok nektek. Na és akkor építész kérdezzük meg, most már egyedély, terv, pénz, minden megvan. Kell még valami az építkezéshez. Bizony, a megrendelő. Tudja. Mert? Anélkül nincs. És erről mondom mindig azt, mert ha én vagyok, akkor minden van. És ha én nem vagyok, akkor semmi sincs. És ez a mondat még vissza fog jönni a következő napokban is, és akkor fogjuk megérteni, hogy valójában mekkora súlya van ennek a magadnak. Ha én vagyok, minden van. Ha én nem vagyok, semmi sincs. Semmi az életünkben nem történt meg úgy, hogy mi ne lettünk volna jelen, nem lett volna hozzá közünk, nem? Ha valaki egy nagy vagyon törökölt, akkor legalább már tudta, hogy hova kell beérkezni, nem? Mert most épp azt nézzük, itt egyben ez mind megvan, hogy egy gyerek megvalósulásához is először kell a szellemi szint, a nagybetűsén, aki kiválasztja a szülőket. És én nagyon akartam örökölni, akkor gazdag szülőket választok ki, nem? Ez a fő cél. Hát én ilyet választottam, mert minden visszajövés a földmerő bolygóra azt jelenti, hogy bevállalunk egy nagyon kemény tanfolyamat. És ehhez nem kell egyetemet végezni. Egy nagyon kemény tanfolyamot, ami a fejlődésünket szolgálja, de ameddig nem vagyunk tisztában azzal, hogy kik vagyunk mi valójában, addig a halálfélelem, ami a biológiai lénynek a sajátja, hát az addig minket nem hagy az anyagnál tovább tekinteni. A szellemi szint, ez a nagybetűs intent kiválasztja a szülőket. Erről direkt történetem is van, mindig elmondom, hogy a holtasszisztens nem szoktatta a 4 éves kislányát, és szólt meg, hogy látod anya azt a felhőt? Amikor én ott ültem, már tudtam, hogy te leszel az anyukám. És aztán ugyanilyen témájú visszajelzéseket tanfolyamon is kaptam, meg hát van az interneten is ezzel kapcsolatos történet, vagyis 3 éves korig a gyerek még tisztán lát. Nem lehet neki kamuszni. Kedves felnőttek, anyukák, apukák, nagymamák. Nem lehet neki kamuszni. Tisztán látja a dolgokat. Tehát a gyerek nem hülye, csak kicsi. Ezt egyezünk meg, és mindent ugyanúgy fog érzékelni, vagy még jobban, mint egy felnőtt. Mi következik ebből a nagybetűs én döntéséből? Ha én választottam ki a szülőket, és mindenki kiválasztotta a saját szüleit, akkor házi feladatként mindenki bocsásson meg a szüleinek. Nem ők csináltak engem, én választottam őket, ők nem tehetnek semmiről.
Amíg nem tudunk megbocsátani a szüleinknek, nem fogunk meggyógyulni. Ez csak ennyire komoly. Azt hitték, hogy házi feladatot nem kapnak, pedig mindig adunk házi feladatot, tanfolyam után is, sőt, egy napon keresztül ezt gyakoroljuk, hogy utána hogyan oldjuk meg a problémáinkat. A következő az információs szint, vagyis az ivarsejtekből összerakjuk a saját testünket. Az információ a génekben van, ezzel nincsen semmi probléma, de a lélek programjának megfelelően lesz mindenki egyedi. Vagyis mi öten vagyunk testvérek, hasonlítunk egymásra, és hál' Istennek öten halfélék vagyunk. De még az egypetélyékének sem egyformák, mert más-más lélek van benne. Ezt van tanítónéni a teremben, óvónéni, igen. Ha odaadjuk a három csoportnak ugyanazt a doboz legót, akkor kérdésem csak az, hogy a gyerekek ugyanolyan házat fognak építeni, vagy változni fog? Hát, mindenki más fog építeni. Mindenki? Ön is úgy gondolja? Biztosan. Biztosan. Vajon miért? Mert mindenki a saját programjának megfelelően fogja azt a bizonyos házat felépíteni, tehát na most ebből mi következik? Házi feladat a második pontja. Mindenki hazamegy, benéz a tükörbe, és megcsodálja magát, hogy milyen gyönyörű. Mert ezt mind mi csináltuk magunknak. Vagyis kibékülök önmagunkkal is. Nem egyszerűbb lenne csak tényeket közölnék, és nem mondanék megmondásokat? De valahogy ezt nem lehet eltitkolni, hogy itt van a lényeg, itt van a kutyálásra. Mutatom ezen a képen is, ha itt megnézzük. Amikor békét kötök magammal, békét kötök a világgal, akkor mellékhatásként egészséges vagyok. Kérdés, hogy ez a béke milyen tartós bennem. Szerintem itt be is fejezhetjük, mindenki ment haza. Ennyire egyszerű. Ez az egészség titka. Hát ebben tudunk segíteni, hogy végre kibékülünk magunkkal, végre kibékülünk a világgal. Ehhez nyújt segítséget az a rengeteg ismeret, amit három napban átadunk. No, ezután jön a biológiai szint, vagyis minden, ami működteti összehangolja a test működését. Erők, energiák, folyamatok, és hát mindennek az alapját a sejtek adják. Vagyis ha összefoglaljuk mindazt, amiről beszéltem, akkor látjuk, a nagybetűség kiválasztja a szülőket, és ez egy nagyon fontos megjegyzés, úgy hívjuk a szándék. Az információk alapján hozok létre a formát. Az erő és energia fogja ezt az egészet működtetni, és mondjam azt, hogy az anyagi szint ebben az esetben a sejtek halmaza. De ez nem más, mint a teremtés algoritmusa. És tudjuk, hogy mindig a magasabb rezgések hatnak az alacsonyabbakra. Mi lehet tehát az egészségnek a titka? Ezzel a nagybetűs énnel talán vissza kéne kapjuk a kapcsolatokat, amit sikeresen már megbolondítottak, eltájoltak, elvágtak. Ha valaki gyakran jár ezotérikus barlangokban, ne csodálkozzon, hogy a GPS nem találja a központot. Mert hát ártó szándékok és mindenféle beavatások segítenek abban, meg bizonyos vallási dolgok segítenek abban, hogy nehogy tudjam, hogy ki vagyok én, és mi a fenét keresek itt tulajdonképpen. Ez a lényeg, hogy ezt nem tudjam. A másik lényeges dolog az életünkben az lenne, hogy a szeretet irányítsa az életünket, nem pedig a félelem, és megszabaduljunk minden káros szándéktól. És hát biológiai szinten, ugye tisztítás, táplálás, védelem, ez kellene történjen, mert hát 2017-et írunk, és hát igencsak toxikus világban élünk, ezért beszélek minden szerdán a háromszintű gyógyítás keretén belül az algákról és a germán gyógytudományról. Tehát most már kezd kialakulni a kép, hogy a betegségek kialakulásának alapvető oka az egyik a fizikai tényező, vagyis ahogyan táplálkozunk, amilyen vizet iszunk, amilyen a környezetünk, a balesetek, a mérgezések, a sugárzások. Na ez az összes, ami itt van, ez nem tárgya a germán gyógytudománynak. De egyezünk meg, hogy egyre többen vagyunk a kültéri tényezőknek
a következtében betegek. És ezekkel is foglalkozni kell, nem? Ha már valaki orvos, akkor nem mondhatja, hogy jaj, ezzel én nem foglalkozom. Hát sajnos ez van, a szaporvosi rendszer arról szól, hogy valaki egy életen át csak a szemet nézi, és aztán minden mást el is felejt, ami még az emberben benne van. A germán gyógytudománnyal foglalkozó orvosnak az egész embert kell ismerni. Nos, tehát toxikus világunk. Aztán itt jön a germán gyógytudománynak a lényege, hogy a lelki tényezőkre adott biológiai válaszaink a stresszre, ugye, a konfliktusokra hogyan reagálunk. Mondom, hogyan reagálunk. Ez egy reakció. Akció, reakció. A biológia ösztönös válasza valamire. Persze ezt mi indítjuk el, mert mindenki maga éli meg a saját konfliktusát. És van a láthatatlan világ, káros szándék, információ és végrehajtó tényezői. Kicsit még bonyolítottam a dolgot, de hát gondolom a teremben van legalább egy ember, aki azt gondolja, hogy a világ annyi, amennyit látunk belőle. Senki. Na hát, egy Tamás sincs a teremben, hiszen 2000 évvel ezelőtt Tamás azt mondta, hogy hiszem, ha látom, nem? És erre a válasz az volt, hogy boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Nem vallásolván vagyunk, csak arról a világról, amit mi nem látunk, ma ezt szakrális világnak nevezzük, és hát van az anyagi világban, hogy mindenkinek látható, tapítható, hát innen is meg fogunk tudni betegedni, és hát a láthatatlan világ ártó rezgés szintjei. Na most tudjuk, hogy mindig a magasabb rezgések adnak az alacsonyabbakra. És a biológia felett természetesen vannak magasabb rezgések, ezt el tudjuk fogadni, ugye? És ha a rezgés az ártó, honnan tudom, mindent a szándék indít el. A szándék a teremtő döntések, melyek befolyásol az érzés irányultsága a szeretet gyűlölet tengelyét. A teremtő döntések, az ártó szándékok. De ha egy szándék nem ártó, hanem építő, akkor azt úgy hívjuk, hogy áldás. Nem? Ha meg ártó szándék, azt úgy hívom, hogy ártok. Értjük a különbséget? És van hatása mind a kettőnek. Mind a kettőnek van hatása. Az életterünkre, a szakrális testünkre is hatnak magasabb, és ártó rezgések, ez külön téma a szakrális radiesztézián. Fel is tüntettem, hogy www.hunszakra.hu, akit érdekel ez a nem látható világ, az ott jelentkezhet. Én ennek köszönhetem, hogy én mindig ebben az acskóban benne vagyok, mert már voltak törekvések arra irány, abban az irányban, hogy frekvenciát váltsak, de ez nem jött össze, mert valamit ezen a síkon is tudok. És nyilvánvaló, hogy ha tudom, akkor alkalmazom, de nem tömegesen. Magammal foglalkozok, a családdal, és ha valakinek ilyen témájú baja van, az legyen szíves, menjen ahhoz, aki ezt legjobban tudja. Na most teremtésnek az algoritmusát láthatjuk az ártó rezgésekben, mert az ártó szándékban benne lesz az információ, hogy milyen formában és milyen erők hatására változzék az anyag. Úgyhogy miről szól a történet? A teremtő döntésről, és ez befolyásolja az érzés irányultsága, a szeretet gyűlölet tengelyét. Kérdés, hogy ki milyen szándékkal érkezik ide. A képet már többször kivetítettem, lehet, hogy előző előadásokból ismert. Ezt a gyermeket, 18 éves lányról van szó, az ártó szándék betegítettem meg, mert amikor pocaklakó volt, a nagymama elárkozta. Természetes, hogy algákkal nem fogunk tudni rajta segíteni. Nyomják bele a gyógyszereket, mert még epilepsziás gyorsolom is van. És aztán találkozik Rékával is, mintha megváltozott volna a tekintete, nem? Tehát itt egy egészen másfajta gyógyításról van szó, és vannak esetek, amelyek csak így gyógyíthatók, de azért mutatom be, hogy értsük, hogy három szintű gyógyítás létezik az én tapasztalataim szerint és az én felfogásomban. Lehet, hogy valaki ebből tud hetet is csinálni, vagy 12-t, az ő dolga, de alapjaiban én ezt így látom, számomra a tapasztalat ezt bizonyította. Na most, hogy hogyan hatnak az érzelmek a biológiára,
Hát erről szól a germán gyógytudomány. Dr. Rikegert Hamer felfedezése 1981-ben. Dr. Rikegert Hamer épp a tegnap ünnepelte 82. születésnapját, üdvözöltük a webkonferencián. És ez a fantasztikus orvos nem csak orvos, hanem teológiát is hallgatott, és fizikát is, hát az édesapja is teológus volt. Tehát egy lelkészről van szó, aki orvos, vagy egy orvosról, aki még lelkész is. Ez teljesen nagyon, ez egy teljesen jó kombináció, mert ugye az ember nem csak fizikai test, akit feldarabolunk, mérgezünk és ugarazunk, hanem van neki lelke is, még az állatoknak is. Szóval Hamer doktor egy fantasztikus lény, szakrális értelemben is, 35-ben született, és hát Tübingenben, Heidelbergben dolgozott a belgyógyászati osztályban, rákos betegekkel is foglalkozott, és egy csomó minden föltalál, amiért megkapja a jogdíjakat, ebből már az életét el tudja rendezni, és kitalálja az orvos feleségével, hogy elmennek Nápolyba ingyen gyógyítani a szegényeket. Normális az ilyen ember? Teljesen normális. Teljesen normális. Hát, senki sem fog egyszerre két ágyon aludni, vagy egyszerre két házban lakni, vagy egyszerre két autót vezetni. Még két biciklit tudtam vezetni egyszerre, de annál többet nem. Szóval a lényeg, hogy 76-ban döntenek így, letelepednek Olaszországban, Nápolyban, és 78-ban egy tragikus szerencsétlenség rázza meg az egész családot, elmennek egy korzikai hajókirándulásra, és ez a gyönyörű 19 éves rác, Dirk Hamer, velük van, egy csomagban pihen, amikor az olasz trónörökös, a Emmanuel herceg, ugye egy rövid háborús fegyverből két lövéssel halálosan megsebesíti Hamert doktor fiát. Hát ez 78. augusztusa, 111 napon keresztül küzd a gyermeke életéért, 19 műtéten megy el, december 7-én meghal a fia a karjai között. Hát ennél nagyobb tragédiát egy szülő azt hiszem nem élhet meg. És két hónap múlva Hamernek heredaganata lett. Megvigasztalták a kollégák, hogy kevesebb, mint 1% a túlélési esélye, 78-ban mondták, boldog szülőnapot. Szóval, mert az egész has tele van áttétekkel, ez ugye idézőjelben van, és Hamer elgondolkodik, hogy valószínű, hogy a heredaganata a fia elvesztésével állhat összefüggésben, hisz amíg a fiát nem vesztette el, ő teljesen egészséges volt. Visszamegy Németországba is, először, első nekifutásra 200 daganatos beteget vizsgál meg, 78-ban vagyunk, 78 február, műtét, stb. Ne felejtjük el, hogy pokoli kínok következnek, vagyis a betegségnél egyetlen kellemetlen dolog maga a gyógyulás. És mikor 81-ben közli a rák vas törvényét, akkor Hamer még nem tudta, hogy még ezután további négy biológiai törvényt is föl fog fedezni a következő években. Ez az egyes számú biológiai természet törvény, a rák vas törvénye, mert Hamer rájön, daganatos betegnél a daganat megjelenése előtt a beteggel történt egy nagyon váratlan, meglepetésszerű, hirtelen bekövetkezett, nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatás. A DHS azt jelenti, hogy Dirk Hamer szindróma, Dirk Hamer a fiáról elnevezett kritériumok, amelyek, hogyha teljesülnek, a biológia elindítja a túlélő programot. Tehát lelki megrázkódtatásról van szó, és nem egy matematika példa meg nem oldásáról. Kettő, váratlanul ért, ha anyám súlyos beteg és az intenzív osztályon fekszik élet-halál között, amikor bejelentik, hogy meghal, az már nem lesz olyan váratlan. Már számítottunk rá. De itt olyan dolgok, amik meglepetésszerűen jönnek, mint derültékből a világcsapás, és súlyos dologról van szó, nem arról, hogy elgurult 10 forint a zsebemből.
és érzelmileg érintett meg. Na most ezt magányosan éljük át, és benne ragadunk a konfliktusban. Ha ezek teljesülnek, akkor a biológia vajon mit fog csinálni? Hát megpróbálja megoldani. Azt, amit én lelkileg nem tudtam megoldani, az agyam közvetítésével szervi szinten segít nekem megoldani. Valami döbbenetes. Tehát a lelki elváltozás az agy közvetítésével szervi elváltozást indít el. A lélek agyszervtengelyt Hammer írja le, és pontosan feltérképezi ebben a tudományos táblázatban. És ez valóban tudomány. Természetesen orvosi gondolkodással először megnézve azt mondjuk, hogy ez lehetetlen. Ez túl egyszerű. Akkor mi a fenét tanítottak 6 évig? Igen, ez ennyire egyszerű, és gyakorlatilag a medicina alapjai itt le vannak fektetve. Az alapok. Érthetően, egyszerűen. Tehát a szervi elváltozásból fogok tudni következtetni arra, hogy ki milyen lelki megrázkódtatást élt meg, magát a történetet persze a beteg fogja megtalálni. Ne feledjük el, hogy a konfliktus pillanatában kialakulnak a sinek, vagyis rögzülnek a körülmények. Miért? Mert egy váratlan meglepetésszerű eseményről van szó. És hogyha valami ebből, ami akkor történt, újra megjelenik, a biológia már konfliktus nélkül fogja indítani a túlélő programot. Ez ennyire egyszerű és ennyire logikus. Mert mindig a túlélésről van szó. Tehát ez a DHS az, ami elindítja a programot, és a lelki megrázkódtatás, tehát az agyban nyomot hagy. Az koponya alappal párhuzamosan készült röntgenfelvételek azok, amelyek kimutatják, hogy vagy egy sötétebb folt alakul ki az agyi CT-n, kontraszt anyag nélküli felvételről beszélnek, látható hátul is, hogy ez a része a kis agynak sötétebb, mint a másik, ugye? Ilyen koncentrikus körök vannak ott, a nyilak azt ámertette be, vagy ha nem ilyen, akkor világosabb foltok keletkeznek az agyban, mint amilyen az agyszövetnek a színe. Hogy ez miért alakul ki, ezt holnap részletezem a tanfolyamon. Ezt agytumornak szokták idézni, persze ez nem tumor, hanem egy átmeneti elváltozás az agyukban. Ha valakinek itt csinálnánk egy koponya CT-t, tele lenne az agyi térképe mindenféle megoldás és konfliktus aktív fázisra jellemző röntgenképekkel. Nos, az egyetlen valóság az én megélésem. És akkor itt megint csak azt kell szeretném elmondani, hogy ez egy nagyon banális mondat, ugye? Hát persze, hogy az egyetlen valóság az, amit én megéltem. Mi más lehetne? Na de mondjuk, hogy kirúgnak a munkahelyről 5 férfit. Vajon mind az 5 meg fog betegedni? Ettől a stressztől váratlanul meglepett, és mind, ha valamelyik nem betegszik meg, az azt jelenti, hogy boldog volt, hogy nem kell többet oda bemenni dolgozni. Az biztos nem betegszik bele, nem? És a másik 4-nek ugyanaz a betegsége lesz? Nem. Az szerint lesz neki betegsége, hogy azt a bizonyos eseményt ő hogyan érte meg. Tehát nem az számít, hogy mi történt valójában, hanem hogy én hogy éltem ezt meg, és ez mindenkinek egyéni szuverén joga. Ha a világirodalomnak a leggyakoribb eseményét idézzük fel, hogy hazamegy a hölgy reggel 10-kor, mert otthon felejtett valamit, és a férjét egy másik nővel az ágyban találja, kinyitja az ajtót, és na hölgyeim, erre hogy lehet reagálni? Hát akik tanfolyamon voltak, azok már tudják, hogy hogyan reagáljanak rá. De ha az a fő problémája a hölgynek, hogy miért egy másik nővel bújik az ágyba, és miért nem vele? Mert remélem a teremben mindenki tisztában van vele, hölgyeim, hogy önök a legjobb nők a világon, a fészek királynője ülik, ugye? Minden fészeknek itt van a királynője. Mert ha így érzi magát, akkor tökéletes. Ha nem így érzi magát, akkor jó lenne 3 napot rászállni, hogy ezt rendbe hozza ezt az érzést. De ha én biológiai lényként szeretném megtartani a férjem,
vagy a barátom, vagy a szerelmem, mondom, biológiai lényként, akkor erre biológiai választ fogok adni. Vagyis tudjuk, hogy a férfi embert nagyon könnyű megtartani, az egyik pont a gyomra, a másik kicsit lejjebb van. És biológiailag ezt úgy tudom megfogni, hogy sorvasztom a mély nyálkahártyát, a mély nyak, tehát a hüvelyben levő mély nyak nyálkahártyáját, hogy még jobban sikerüljön ez a fogás, a megtartás. Először mészáj sebek lesznek, ilyen P2, P3, P4, aztán ha ez folyamatosan fennmarad, ebből lesz a mély nyakra. Mondjuk kinyitja valaki ezt az ajtót, meglátja a... és szépen bezárja. Mert abban a pillanatban rájön, hogy azzal a fiatal nővel nem tud konkurálni, tehát ő önmagát nőként leírta. A személyiségében írta le, ez mindig az ágyéki gerincoszlopot fogja érinteni a lumbális szakasz hivatalos nyelvén, tehát az ágyéki gerincoszlopot. De hogyha azt éli meg, hogy hát ő arra mutatványra képtelen, az ő szemérmes neveltetése ezt nem engedi meg, hát akkor a szemérem csontját fogja szétszedni, ugye egy csonttal van összevarva a két szemérem csont, és az szépen eltűnik, ilyet is látunk már a praxisunk alatt. De, hölgyeim, mondjuk kinyitjuk az ajtót, és meglátja a férjét egy másik pasassal az ágyban. Na, mi lesz? Meg is undorodok, meg is sietek, nem? Elképzelhető? Meggondolodok és megijedek. Na, ez a félelem-undor konfliktus, ez lesz az, aminek a következtében zuhanni fog valakinek a vércukra. És állandóan azt érzi, hogy éhes. Nem győz eleget tenni, mert ő folyamatosan éhes. Vagy csak bizonyos körülmények közt, akkor olyan hirtelen kapja el az éhségérzet, hogy neki muszáj valamit tennie. Vajon mi a helyzet ilyenkor? A biológia túlélésért küzd. Ezt már így előre közlöm, hogy nem láttam még öngyilkos kutyát, vagy macskát, vagy mutat, hogy leugrott volna a madár a fáról, és nem lett meg volna. Ilyen nincs. Tehát minden a túlélésről szól. Ugye? A félelem undor, hát ha valaki undorodik, akkor fog enni? Hát nem fog enni, mert undorodik. Ezért a biológia elintézi, hogy alacsony legyen a vércukorszint, mert ha viszont alacsony, akkor éhes leszek. És ha éhes vagyok, akkor enni fogok. És akkor életben maradok. Ki van találva? A félelem undor konfliktus, ha egy várandóság előtt egy fel nem oldott konfliktus marad, akkor ha a hölgy várandós lesz, a hormonális változás miatt megjelenik nála a terhességi diabétesz. De a fel nem oldott félelem-undor konfliktust laboratóriumilag úgy fogják diagnosztizálni, hogy inzulinrezisztencia. Ennyire egyszerű. Biztos hallottok már ezt a... Ilyen természetes autoimmun. Hogyne? Én voltam az autó, nem tudom, ki volt az innen. A birtok kijelölési konfliktusnál, a történet meg arról szól, hogy olasz fiú következik, kinyitja az ajtót a hölgy, és miért az én ágyamban? Miért nem mentettek el egy panzióba? Mert a fészek királynője, ugye már mondtam, mindenütt a nő, és hát természetesen, ha az a legnagyobb problémája, hogy őt zavarja, hogy mondjam azt, hogy a fészkébe belepiszkítottak, akkor ki akarja jelölni, hogy ide ne. Ugyanezt éljük meg, hölgyeim, ha az anyós beleszól abban, hogy főzzünk, ugye milyen jó az? Vagy hogy hogyan kell a gyereket nevelni, vagy a férjed ingét, hogy kell kivasolni, és különben is. A fiam ezt nem így szokta meg. Na, ezek a megjegyzések azok, amik minden nőben ösztönösen azt mondják, hogy na, anyukám, eddig se tovább. Következmény, futunk is jönni. Mert a terület szélén biológiailag vizelettel jelöljük körbe, a közepén pedig mindig, hát,
székettel jelöljük meg, ezért szeret mindenki otthon, az otthoni árnyék székén üldögélni. Ott a legjobb. Van egy ötletem, a határokat egy kicsit tágítani kéne. Számomra eltűntek a határok, nincsenek, a Kárpátok gyűrűje számomra a határ, úgyhogy én mindenütt nagyon jól alszok és nagyon jól kakálok. Na, a másik, amit Hammer beszél, hogy már nem szereti a férjét, van neki külön barátja, ilyenkor nincs konfliktus, nincs betegség. Vagyis mire utal ez? Érzelmileg már nem érinti meg. Tehát ez is a DHS-nek az összetevője utal, hogy egy érzelmi megrázkodtatásról van szó. Ha engem nem érint meg érzelmileg, hogy itt mostan összeütközik két autó, nekem nem lesz belőle semmi programom. De ha a gyerekemet úgy vesztettem el, hogy balesetbe, abban a pillanatban eszembe fog jutni, hogy így halt meg a gyerekem, vagy így ütötték el a kutyámat, vagy bármi, értjük? Ezért kell a régi aknákat hatástalanítani. Vagy felrobbantani, vagy hatástalanítani, mert újra meg újra megépünk. Most már ugye ez az egyetlen mondat, hogy az egyetlen valóság az én megélésem. Kapott egy másfajta megvilágítást remélem. Tehát már mondtam két nagyon fontos mondatot eddig. Ha én vagyok, minden van, ha én nem vagyok, semmi sincs, és az egyetlen valóság az én megélésem. Meg mondtam azt is, hogy békéljünk ki a szüleinkkel, meg önmagunkkal. Ma annyi mindent mondtam, hogy mennyi elég a gyógyuláshoz. Szóval a DHS, az ez a háromszög, grafikus ábrázolás, de ezt Hammeri irányítőnek is nevezzük, és ugye azt mondjuk, hogy benne ragadunk a konfliktusba. Amíg benne ragadunk a konfliktusba, az konfliktus aktív szakasznak fogjuk nevezni, ez itt az időtengely, és ezek a szakaszok, az első meg a második, az megmutatja, hogy két ciklusban folyik, zajlik le a biológiai program, ha megoldódik. Mert ha megoldódik ez a KM, nem kilométer, konfliktus megoldása, akkor a konfliktus aktív szakasz után jön a megoldási szakasz. Ez a második biológiai természettörvény lényege. Tehát az első elmondja, hogy mi az, ami elindítja, a második elmondja, hogy hogyan zajlik le, két szakaszosan. Az első szakasz a konfliktus alatt, amíg nincs megoldva, ugye mindenki feszült lesz, stresszes lesz, ideges lesz, hát magas lesz a pulzus száma, emelkedik a vérnyomás, a hideg kezen át van, mint amikor izgulunk egy vizsgán. Igazán nem tudunk nyugodtan aludni, ha nem eszünk rendesen, lefogyunk, és valójában a gondolkodásunk egyfolytában a konfliktus körül forgolódik. Keressük a megoldást. Valakinek a szólnak is mobilkája, és azt mondják, hogy gyermekedet most ütött el az autó, most itt ebben a gyors mentőig mindenkit, így van. Itt fogsz maradni, vagy szaladsz a... Hát szaladni fogsz a kórházba. És közben megállsz a McDonald's-ba enni valamit? Biztos nem. És ameddig az intenzíven van a gyerek, addig nyugodtan fog aludni? Nem. Nem. Mi lesz a megnyugtató, mi lesz a megoldás? Amikor az orvos azt mondja mondjuk 4 vagy 6 hét után, hogy drága anyuka, a gyerek nem hogy életben marad, hanem 100%-osan meg is gyógyul. Na erre mindenki megnyugszik, tehát ez mindenképpen egy megoldás, és ezután a biológián azt, amit itt a túlélés érdekében megtett, itt vissza fogja csinálni. Ebben a szakaszban, a megoldási szakaszban, már nagyon fáradtak leszünk, levertek, kifacsart ciprom, éjszakai izzadás, gyulladásos tünetek, hogy piros, hogy duzzadt, hogy fájdalmas, hogy meleg, és hogy nem működik, mondom latinul, hogy rubor tumor calor dolor funkció része, hogy ezt így tanultuk, tehát fordítom az egészet, hogy érthető legyen, és arról van szó, hogy a gyógyuló test részemben, ebben az esetben az emlőirigyben rengeteg folyadékot fogok felgyűjteni, ugyancsak az agyi központban is. Az agyi központnak a folyadék gyűlöme nyilvánvaló, hogy nyomás okozódást okoz, tehát fejfájást. És hát
Most már tudok aludni, már van étvágyam, de nagyon betegnek érzem magam, mert izzadok, meg lázam van, meg fájdalmam van, gyulladásom van, duzzad minden, hát természetesen, hogy megyünk az orvoshoz. Így vagyunk nevelve. Ha 4 hétig tartott ez az egész konfliktus, akkor ez 2 hétig tart ez az állapot, azért 2 hét alatt eléggé le tudunk merülni, mint egy jó akkumulátor. És jön a 2. hét végén egy álom, amiben újra azt álmodom, hogy csörög a telefon, és akkor újra élem álmomban ezt az egészet, de felriadok és rájövök, hogy te jó Isten, de jó. Hát most csak ez csak egy álom volt. Innentől kezdve, ezt epileptoid krízisnek nevezzük, elindul a víznek a kiürítése mind az agyi központból, mind szervi szinten, rengeteg vizeletünk lesz, és beindul a hegszövet képződés, még mindig gyengék vagyunk, de a folyamat végére minden rendben van. Ez mondjuk egy emlőmirigy felszaporítása és lebontásának a története. Az epileptoid krízisben elmúlik a fájdalom, de utána újra jelentkezik. És van egy rossz álmom. Na most, ha ez a DHS egy mozgással kapcsolatos történet volt, az egyetlen valóság az én megélésem. Meg sem kell mozduljak ahhoz, hogy az legyen a félelem, hogy lecsuknak, hogy kalitkába zárnak, nem? Hogy lebukok. Érthető? Tehát fékezve vagyok a szabadságomban. Az úgy éli meg a biológiám, hogy képtelen leszek mozogni. Tehát ez a DHS itt epilepsziás görcsrohamot okozhat. Teljes mértékben. Vagy az volt a probléma, hogy szomszédban mentem cseresznyéért, engedély nélkül, és rajta kaptak. És majdnem, hogy elvertek. Alig tudtam elmenekülni. Vagy elkaptak, és elvertek. És nem tudtam elmenekülni. Tehát mindenkinek a saját megélése. Akkor itt epilepsziás görcsroham lesz. Na most, ez egy teljesen egyszerű történet, nem? Logikus. Konfliktus aktív szakasz, megoldási szakasz, végéből meggyógyultunk. Így van? Hát ha ilyen szépen fut le ez a biológiai program, akkor miért leszünk krónikus betegek? Jó kérdés. Miért lesznek allergiák, daganatok és egyebek? Na vajon miért? Hát ezért. Mert mit mondtam, benne maradok a konfliktusban. És nem oldom meg egy életem át. A biológiát nem arra találták ki, hogy én, amíg élek, gyűlöljem az anyámat. Ez a hölgy már meghalt. Nem arra találták ki, hogy ne tudjam elviselni a szomszédomnak a mosolyát. Mert akkor pontom a csipézületem. És ha ezt nem oldom meg, akkor tönkre fog menni a csipézületem. És nem arra találták ki a biológiát, hogy a 10 évvel ezelőtti programokat még mindig most futtassa. A biológián képtelen különbséget tenni a valóság, az álom és az illúzió közt. Ugye álomban felébredek, mert valóságnak élem meg az álmot. De akkor mi a valóság? Csak magyarul beszél. Hát az, ami van, nem? Ami itt és most van, az az egyetlen valóság. Egyetértünk? Az, hogy ide jöttek, az valóság? Nem, már itt vannak. Éppen nem úton vannak. Az, hogy hazamennek, hogy még vacsorát elérik, az egy illúzió. Szóval... Tehát a kérdés, hogy mire figyelek, mert amire figyelek, ott a valóságban. És én egy múltbeli élményt hozom be, akkor arra most fogok reagálni. Egy fel nem dolgozott múltbeli élménytől most is képes leszek megbetegedni. Tehát először is le kéne zárni a múltat. Megbocsátással, elengedéssel. Hát ebben tudunk segíteni. Tehát, mert addig benne maradunk a konfliktusban. És mit csinál a biológiánk? Van egy konfliktusom mondjuk az anyósommal, ezért lehet az apóssal is, tehát teljesen mindegy, vagy a szomszéddal. Mindenki válassza ki azt, akivel legnagyobb konfliktusa van, jó? És hogyha én építkezni szeretnék, mondjuk, és azt mondja az anyós, hogy hát majd, ha meghalok, fiam, örököd ezt a nagy telket, most hagyjál békén, ne zavarj engem. Teljesen igaza van, nem?
De hát én nem tudom elviselni könyörgőkkel. Hogy lehet ilyen vészipirtyó? Ott van az a tele? És most én vegyek fel banki kölcsönt, hogy vegyek egy telket. Hogy lehet ilyen? De ezt nem lehet elviselni. Ha ez a megélésem, és jobbkezes vagyok, akkor a jobb csípő ízületemet elkezdem bontogatni, bontogatom. Aztán felépül a házam, meg minden, és lesz egy hatalmas csípő ízületi fájdalmam, mert közben nem az anyós telkén építkezek, hanem öt utcában odébb. És azért is megoldottam a házamat, mikor felépül a házam, és meg is magyarázom, mert annyit dolgoztam, hogy tönkretettem az ízületet. Nem így van? Na de, rossz hírem van, az anyós minden vasárnap nálunk ebédel. Ebből következik, hogy mindig sínre kerülök, ugye? És nem fáj semmi vasárnap, de hétfőn, minden hétfőn fáj a csipőizületen. Hát már a harmadik héten elmegyek az orvoshoz, hogy valami van, minden hétfőn fáj az izületen. Mit tud mondani az orvos? Ez biztos egy új betegség, hétfői csipőfájdalom, és megmagyarázza, hogy ez azért van, mert én a jobb lábamat többet jobban terhelem, mint a bal. És most is mutatom neki, igen, doktor úr, mert ezzel mindig kettőt lépek, ezzel meg egyet, így szoktam járni az utcán. Ennyire egyszerű. De az orvos nem tud választ adni, mert nem tanulta meg, nem tanították meg neki azt, amiről éppen itt beszélek. Na, akkor a hétfő csípőizületi fájdalmat megoldottuk, van rosszabb hírem. Az anyós minden nap nálunk ebédel. Ennek az a következménye, hogy látjuk, hogy a gyógyulás elakad. Nem tud kifutni. És ezt hívjuk függő gyógyulásnak. Függőben maradt a gyógyulás, tehát függőben maradtak, megmaradtak a gyógyulás tünetei, vagyis a fájdalom, a gyulladás, rumortumorkázódott. És ezt artritisznek fogják nevezni. Amikor elalaktalanodott, az már artrózis. Nos, miért van mindez? Azért, mert nem vagyunk tudatosak. Sinnen maradunk, és ha sinnen maradok, vagyis a konfliktust, ha nem oldom föl, akkor a körülmények azok mindig emlékeztetni fognak. És újraindítom a programot konfliktus nélkül. A sinetnek életmentő szerepük van a biológiában, ezt holnap fogom részletezni. De ha mondjuk az volt a konfliktusom, hogy kint volt az Imre barátunk a barlangfű virágzáskor a természetben, csörgött a mobilkája, és szóltam neki, hogy figyelj Imre, meghalt nagyapád. Ennyi. Azóta van barlangfű allergiája. Amit ezt ugye utólag kiderítette. De meg is oldotta, és azóta nincs. Miért? Mert amikor kapok egy olyan hírt, ami nekem gyanús, hát hogy hallhatod meg? Hát tegnap még beszéltem vele, nem? És ezt ki akarom szaglászni. Mint a kutya. Ki akarom szaglászni. Gyanakvó vagyok. Nos, akkor azt jelenti, hogy ezzel a gyanakvással együtt olyan mértékben fokozódott a szagérzetem, hogy minden, ami bent volt a levegőben, azt rögzítettem. Így a parlagfűnek is a pollenjét. Biztos szagoltam én is már parlagfű pollen, csak semmi közöm hozzá nincs. Nincsenek kellemetlen emlékeim vele, ezért nem vagyok rá allergiás. De hogy tisztázzuk ezt az egészet, onnantól kezdve megoldódik. Ugyanígy van az ételallergiákról, és az allergiákról már tartottam egy órás előadást. Tehát megértjük most már, hogy miért nem gyógyulunk, meg miért vagyunk krónikus betegek. Egy, mert meg se oldjuk a konfliktust. Nem vagyunk hajlandóak megbocsátani, nem vagyunk hajlandóak jelen lenni a pillanatban, és azzal foglalkozni, ami előttünk van, de még mindig, ahogyan mondta a Dalai Láma, hagyjuk a pénzt, félünk a jövőtől, és közben elfelejtünk élni. A másik probléma az, hogy a program, ha ki is futott, a sinek miatt újraindul. Az is előfordul, hogy ki se tud menni a gyógyulásból, akkor függő gyógyulásról beszélnek. És az én megélésem az egyetlen valóság, és ha evés közben valami nagyon bosszantó dolog van, amin eszem magam, akkor a biológia összeköti azt, amit emésztek, a bosszantásra, és mikor, mit tudom, én megint tojást teszem, akkor az lesz.
Olyan is van, hogy valaki csak egyfajta vörös borra lesz gyomorgörcsös. Bármit megihat, ez az egyfajta vörös bor. Ennyire finoman tud a biológiánk differenciálni. Nos, akkor lépjünk tovább, és nézzük, tegyük le az alapokat. Ugye azt mondtam, hogy a petesejt megtermékenyítése az a pillanat, amikor elindul valami. Nem tudom ki, hogy érzi magát, de szeretnék valami pluszt adni. Egy olyan gondolatot, amitől minden nap jól érezhetnék magunkat. Azért hoztam ezt a képet. Itt vannak a spermiumok. Milyen pozitív gondolatot tudnánk ebből leszűrni? Hát életünk első versenyét nem mi nyertük meg. Hát ezért ülünk itt. Mert, hol vagy te drága, én voltam a győztes. Ennyi. Na most az első versenyt megnyertem, akkor most mitől félek még? Nem? Tehát, amikor meg elkezd osztogni ez a megtermékenyített petesejt, ez egy másik kép, ugye van szeder-csíra állapot, hogy olyan, mint egy szeder, és abban még minden sejt egyforma. És bejut közben a petevezetéken át a mély üregbe. Ez az egyfolytában nagyon gyorsan szaporodó sejttömeg, lehet, hogy daganat, nem? Hát nagyon gyorsan nő. Ja, ez jó indulatú, mert gyerek lesz belőle. Szóval, ha megnézzük ezt a sejttömeget keresztmetszetben, ugye a 10-12. Napon, akkor három csíralemezt fogunk belőle megfigyelni. Ez már Hammer doktor rajza. A belső, a középső és a felső csíralemezt, vagy szaknyelven endoderma, mezoderma és ektoderma. Tehát minden létező sejtünk ebből a három csíralemezből alakult ki. És minden létező sejtünk tudja, hogy hogyan kell működnie konfliktusaktív és megoldási szakaszban. Ez nem változik. És innen már is mondom, hogy olyan, hogy metasztázisok, azok csak arra jók, hogy az embert még jobban betöbbüljék a földbe, és még nagyobb halálfélelme legyen. Hogy elveszítse annak a reményét, hogy ő esetleg meggyógyulhat. Erre nagyon jó duma az, hogy metasztázis. Nincs. Ahány félelem, annyi programot indítok. Tehát ott tartok, hogy belső csíralemez, középső és külső. Ez a belső csíralemez, ez a két vége össze fog érni, tehát egy cső alakul ki, és ez a cső a szájnyilástól a végbél nyilásig ugye létrehozza a tápcsatornát. Mivel foglalkozik a tápcsatorna? A falattal, nem? Le kell nyelni, szét kell darabolni, savval, kap egy savas fürdőt, egy lugos fürdőt, utána a darabokat felszívjuk, a maradékot kiírítjuk. Tehát ez a táplálékfalat. De az élethez nem csak táplálék kell, hanem mi kell még hozzá? Víz. Levegő és víz. Így van. A vízfalat ott a vese, egyik része oldja meg a levegőfalat ott a tüdő. Na és mely falattal bírjuk ki legrövidebb ideig, ha nincs? Hát levegő. Ha nincs levegő, akkor mi van? Akkor meghalunk. Tehát a halálfélelmi konfliktus mit fog elindítani? Mindig tüdőszövet szaporulatot. És ehhez nem kell más, csak bemenni az onkológiára, ahol közlik velem, hogy rákos. Kész. Vége. De ha tudom, hogy amit ők ráknak neveznek, azt én csináltam, és én is fogom eltűnni. Nekem ahol is nem a sugár. Akkor van még bennem félelem? A biológia megmutatja, hogy hol nem vagyok egyensúlyban önmagammal. Mi az a konfliktus, amit nem sikerült megoldanom? És csak megoldom a konfliktust, és átmegy megoldási szakaszba. Jelzem a legtöbb esetben, az esetek 90-95%-ában, ugye akkor megyünk orvoshoz, amikor jön a fájdalom, vagyis amikor már megoldási szakaszban vagyok. Csak támogatnom kéne a biológiát, hogy tovább gyógyuljon. Ott tartunk tehát, hogy a falat konfliktusokat a belső csíralemezből származó sejtjeink fogják megoldani, ezt az agytörzs irányítja.
Eddig minden rendben. Itt mindig először sejtet szaporítok, és a megoldásban lebontom a felesleges sejteket, lásd, mandulagyulladás, az már megoldásban van, vagy vastagbéltadat, vagy bármi. Ha függő gyógyulásban van, akkor nevezhetjük krombetegségnek. Ugye ez egy állandó gyulladás. Csak mondtam néhány példát. Következő legyen a narancssárga, a mezoderma, középső csirralemez. Ebből alakul ki minden, ami középen van, vagyis a külső bőrön, meg hát a belem között. És itt két agyi képletet, két központot, két irányító rendszert találunk, a kisagyat és a, ezt a kifli alakú, hát fehér állománynak nevezett agyi képletet. A kisagy azokat a feladatokat látja el, hogy a védekezést, a bemocskoltságot és a gondozást valahogyan megoldja számunkra. Hát ha megtámadják a várat, ugye, akkor a várfalakat megerősítjük, ha jön az ellenség, nem? Nem mondjuk. Megerősítjük. Támadási konfliktusra a biológiánk fel megvastagítja az írhát. Az írha mindenütt van írha, a felhám alatt. Kötelezően ott az írha. A felhám, amit látunk, ami kívülről burkolja a testünket. Alatta ott húzódik az írha, és ebben az írhában vannak verejtékmirigyek, vannak fagyúmirigyek, de a két emlő az módosult verejtékmirigy, ugye hál' Istennek nem verejtéket, hanem anyatejet termel, és az anyuka, akinek valaki ilyen megbetegszik, az elkezd aggódni. Férfiak is tudnak aggódni, ők is tudnak emlő mirigy túlszaporodást csinálni, tehát beltaganatot férfi ember is tud csinálni magának, csak hülyére kell aggódja magát. Tehát túl erős és túl sokáig tartó aggódás, akkor a konfliktus tömeg, hogy az beindítja az emlő mirigy szaporulatot. Ennek a központja a kisagyban van. A kisagy vezérli még a burkokat, amik szintén támadási konfliktusra fognak megvastagodni, vagy lemondani. Hallottunk olyanról, hogy mellhártya gyulladás, ugye? A mellkast ért valós, vagy elképzelt támadás, ugye valóságállom illúzió, a biológiának ugyanaz. A mellhártya megvastagodását, majd lebontását fogja adni. Nyilván a lebontáskor ott vannak a baktériumok, a gombák, és hát ekkor gennyes mellhártya gyulladásról beszélünk, de nagyon magányosan élnek a dolgotok, hogy teli lesz vízzel, a mellhártya üreg, és akkor ez lesz a vizes mellhártya gyulladás. De támadási konfliktus nélkül nincs mellhártya gyulladás. A hasüreget, a hashártya borítja, ez oda tartozik. Ez a kifli alakú fehér állomány rész olyan magvakat, idegi magvakat tartalmaz, amelyek a mozgással foglalkozó szerveinkre, szöveteinkre hatnak. A mozdulat végrehajtásához itt van a karom. Ha a karomat innentől ideig fel akarom emelni, az kell legyen egy karom. Miből van felépítve? Mit képezi az alapját? A csont. Nyilván. A csontokat mi köti össze? Ízületina. A csontokat mi mozgatja? Az izmok. Az izmokat kik látják el energiával, vérrel? Osztóvér, gyűjtője, nyirokér, és a plusz energiát a zsírszövet adja. Tehát ez az ötfajta szövet, amit ez az idegi képlet irányít, és konfliktus aktív fázisban itt sorvadás indul be, utána pedig visszaépítés. Miért? Mert maga a konfliktus témája az önleértékelés. És az önleértékelés az egyenlő önpusztítás. Ezt is le lehet írni, ha valakit érdekel. Önleértékelés egyenlő önpusztítás. És a sorvadás az azért indul be, mert leírtam, nem jó. Ha valakinek eltörik a keze, és mondjuk nagy szüksége volt rá, mert legyen hegedű, de zongorista kész, eltört a keze. És úgy néz a kezére, hogy ez már soha nem lesz olyan, mint volt. Leírta? És csodálkozik rajta, hogy a csontjai nem fornak össze. Ez lesz az állízület. Nem tud összeforni, mert az önleértékelés nem engedi. Akármit csinálnak vele. Pedig a sebész jól rakta össze, minden rendben. A kiskölyöknek meggyógyul, az zongoraművésznek meg nem gyógyul meg. Biztos ez is autóim van.
Szóval nyilván, amire nem találjuk a választ, kell valami nevet adni neki, mert a beteg megkérdezi. És azt mondom, hogy autoimmunna, akkor azt már senki nem érti, de legalább mondtam valamit. A lényeg, hogy viszont ha kibékülök önmagammal, akkor az a csont erősebb lesz, mint volt. Nézzük meg, hogy a csontoknak az összeforrásánál a csontszövet vastagabb, és ott soha többet nem törik el, csak mellette. Hát ez a biológiai értelem, hogy lebontok valamit, de amit visszegyűjtek, az legyen erősebb. Ez lesz a csonttal, az izommal, az ízlettel, stb. Csak a biológiát nem arra találták, kimondtam, hogy egy konfliktust minden nap 12-szer lefuttassak, de legalább 5-ször. Nyugvópontra kéne jutni. A külső csiralemezből származó sejtek megoldják számunkra az elválasztási konfliktust és birtok konfliktusokat. Ezt az agykéreg vezérli. Az elválasztási konfliktus nyilvánvaló, hogy a külső bőrünkhöz, a felhámhoz kötött, nem? Mert itt ítélem meg azt, hogy szeretném megölelni a gyermekemet, de nincs itt. Az unokám hol van? Elköltözött Angliába. Hát akkor mi lesz? Hát elkezdem sorvasztani a felhámot, hogy ne is érezzem az unokámnak a hiányát, sőt, absence sleep-vel majd emlékezett kiesés. Ezek mind túlélő technikák. A lényeg az, hogy a külső csiralemez az a laphámokat adja, és nem csak a külső bőrt, hanem bizonyos belső csatornáknak a nyálkahártya burkolatát is ez adja. Részleteikben most nem megyek bele, de szeretnék mutatni mindenkinek egy... nem tudom, miért ugrott ekkorát. Igen. Egy nacképet. Mindenki magára ismer, itt 5 hetesek voltunk. Ott még volt a popoltyú tasakjaink. Előtte voltak a popoltyú ívek, aztán a popoltyú tasakok, és aztán 8 hetes korunkra kialakultunk, ő a babszemi akkor. Ugye? Mert akkor mint egy babszem, és minden a helyén van. Na ez az igazi csoda. Ez az igazi csoda. Ezeket a képeket azért mutatom meg, mert vannak betegségek, programok, amelyek ezekhez a koportyú tasakokhoz kötődnek, non-Hodgkin linfóma, jövőtől való félelem, tehetetlenségi konfliktus, az is természetesen gyógyítható mindenféle dolog nélkül. Amit eddig elmondtam, csak összefoglalnám, hogy valóságállom és illúzió közt nem teszünk különbséget, ezt ne feledjük. Mindig a pillanatban jelentkező félelemre fog a biológiám reagálni, hogy üs vagy fuss. A konfliktus aktív szakaszban vagy sejteket szaporítok, vagy sejteket sorbasztok, vagy működést változtatok meg, és minden félelem egy újabb programot indít be. De az a kérdés, hogy hány dologra asszociálok. A belső csiralemez, tehát ez a sárga színnel jelzett oszlop, tartalmazza tehát azokat a biológiai programokat, amelyek a falat konfliktusról szólnak. Ez egy egyszerű rajz arról, hogy a koponya cétén hol kell megtalálni azokat a bizonyos idegi gócokat, amelyek irányítják ezeket a szerveinket. Ez itt és most nem lényeges. A középső csiralemez, a narancssárga, látjuk, hogy 2 részből áll, ez a kisagy által vezérelt, ez pedig a fehérállomány által vezérelt rész, és itt mindig a támadás, a bemocskoltság és a gondozási konfliktus lesz, aminek megjelenik a koponya cétjén a hámeri góca. Ez a kép, ez innen lett kifényképezve a fehérállománynál. Tudni kell, hogy képviselve van a testünk teljes egészében, a fejünk tetejétől a lábunkig. Minden testrészt, minden anatómiai régió képviselve van. És a konfliktusnak a témája meghatározza, hogy hol kezdem magamat szétszedni, mert önleértékelés, önpusztítás. A konfliktusnak az erőssége meghatározza, hogy azon a helyen mit fogok szétszedni. Akkor
Egyetlen kérdés, ki az, akinek gyakran fáj a nyaka? Nyugodtan, senki nem szégyenül meg. Csupán egy fölmérés, láss valaki, szintén előfordul a nyakfájás, akkor az önök életében úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos tényező az, hogy kinek van igaza. Talán süllyed? Úgy látom. Na, hát ezért. Most már tudjuk, hogy a csípőizület arról szól, hogy nem tudok elviselni valakit. És ennél a résznél, ami narancssárga mező, jön be a tapsteszt, hogy a biológiám számára az egész világ fel van osztva két részre. Jobbkezesnek jobb oldalt, balkezesnek bal oldalt van a partner oldal. Vagyis az egész világ, kivéve anyámat és gyerekemet, az a bal oldalamon van. Jobbkezesnek, balkezesnek jobb oldalt van. Vagyis a velük kapcsolatos konfliktusok, anyámmal, gyermekemmel kapcsolatos konfliktusok számomra baloldali tüneteket fognak okozni. Úgyhogy innentől, ha egy jobbkezes nőnek baloldalt van az emlődaganata, ez mit jelent, hogy a konfliktusa, a gondozása, az aggódása kire vonatkozik? Az anyára, vagy a gyerekére, vagy mind a kettőre. Ha egy jobbkezes nőnek a jobb emlőjében van daganat, akkor az a konfliktus a partnerre vonatkozik. Nem, a partner az nem csak és kifejezetten a szerelmét jelenti, hanem természetesen mindenki más, tehát az apját, a nagyanyját, a testvérét, a tisztelendő urat, az államfőt és az összes migránst. Tehát ezek mind partner oldalának számítanak, és ez nagyon lényeges, még egyszer mondom, jobbkezesnél bal oldal van a genetikai vonalam, vagyis anyám, én és a gyermekem. Tehát a magammal kapcsolatos konfliktusok is itt vannak. Az összes többi ember az a jobb oldalomhoz tartozik, balkezesnél fordítva van. Előfordul, hogy nem sikerül tisztázni a tapstesztel, hogy ki a jobbkezes és ki a balkezes, a biológia sose hazudik. Meg sem kell kérdezzem valakitől, hogy jobbkezes vagy balkezes, azt mondjam, hogy neki az első menzössze 16 éves korában jött meg. Onnantól tudom, hogy ez a hölgy biztos, hogy jobbkezes. Nem történhet meg másképpen. Ha 9 éves korában jött meg az első menzössze, akkor meg biztos, hogy balkezes. Szóval vannak olyan törvények, amelyek egyértelműek. A derékfájás, ugye ez mindig a személyiségemben megértő leértékelést jeleníti meg. Jobb oldalt vagy bal oldalt? Hát persze, hogy aztán fájni fog, és hogy ez hogyan van, és miért jön létre az isiász, ezt szintén a tanfolyamon fogom részletezni. A tapstesztnél, ha mindenki szeretné megcsinálni, akkor most rám nézni, a képet nézni, nem puskázó. Tegyük az ölünkbe a kezünket, jó, mindenki rám néz, ölvetett kézzel. Hú, ebben a pillanatban mindenki az egyik kezével belecsap a másikba. Na most lássam. Tehát jobbkezes. Nincs egy balkezes, de van. Van a balkezes. Jó. Na, tehát a tapstesz eldönt is sokszor az van, hogy azt mondja, a balkezes az a ő az ellenálló fajta. És azt mondja, nem vagyok balkezes. De cukor beteg. Ellenszegű. Még vannak is, hogy ő balkezes. Nagyon folytassuk akkor a előadást. Közeledünk a végéhez, a külső csiralemez, a piros oszlop a külső csiralemezhez tartozó programokat foglalja össze. Itt is mindig először sejtet bontunk, aztán visszajutunk, mint mondtam, ide jön az elválasztási konfliktus és birtok konfliktus, illetve vannak olyan programok, ahol a biológiánk nem játszik a sejtekkel, hanem működést változtat. Ez teljesen logikus, ha józan paraszt észre belegondolom, sejtekből vagyunk felépítve, így van? És ezek a sejtek működnek. Hát amíg el nem temetnek. Nem? Amikor már nem működnek, az már holttest. Tehát, ha sejtekből vagyok felépítve, amik működnek,
A biológiám a túlélés érdekében három dolgot tehet. Vagy bontom a sejteket a cél érdekében, mondjuk, hogy egy csövet ki tudjak tágítani, akkor bontom a belsejét, nem nagyobb lesz az átmérője. Vagy építem a sejteket, vagy megváltoztatom a működését átmenetileg. Ennyire egyszerű a történet. És hogyha megnézzük a medicinát, minden, ami a medicinában le van írva, sejtszinten erről szól. Sejtszinten erről szól. Csak ugye azt is tudni kéne, hogy van konfliktusabb, meg megoldási szakasz, és akkor tudnám, hogy az Addison-kór, meg a Cushing-szindróma az ugyanannak a betegség, ugyanannak a konfliktusnak a két szakasza. A konfliktus aktív és a megoldási szakasza. Vagy a pajzsmirigynél a hipertireózis a konfliktus aktív szakasz, a megoldási szakaszban el kéne tűnjön a hipertireózis, de hát mivel függő gyógyulásban marad, ezért kialakul a hipotireózis. Ha kimenne a programból a kedves pajzsmirigy beteg, befejezni a programot és teljesen rendbe jönne. A kérdi szinten, csak elárulom, ez a legbonyolultabb része az agyunknak is, meg a germánygyógy tudománynak is. Itt sok minden megfigyelhető. Ez a homlok rész, ez a nyakszirti rész, ugye? Ez az jövőből érkező félelmek becsapódásának a helye, hátul a múltból érkező félelmek becsapódásának a helye, és akkor jobb oldalon a férfias, bal oldalt a nőies birtokzóna mindenkiben, függetlenül, hogy férfi vagy nő valaki. És mondom, férfias és nőies birtokzóna, ez így van. Nincsen férfi oldal, meg női oldal, nincsen adok oldal, meg kapok oldal, olyan van a kocsmában. Itt a biológiában ilyen nincs. Tehát a birtok zónáknak nagy jelentősége van abban, hogy kiderüljön egy csordán belül, hogy ki lesz az alfa, aki továbbadja az információt. Nyilván az, amelyik a legerősebb és a legjobb. A többi viszont softy lesz. Pontosan azért, mert ő már nem vesz részt a fajfenntartásban, viszont részt vesz a csorda és a kölykök védelmében, mert hát arra is szükség van, apródokra is van szükség. A biológia nem egy MLM rendszer, ahol mindenki igazgató. Itt megvan kérem szépen a megfelelő, hát, hierarchia. A férfias és nőies birtokzónákat most nem részletezem, csak annyit szeretnék elmondani, hogy kedves hölgyeim, ugye önök azok, akik a házban meghatározzák mindennek a helyét. Normális esetben a fészek királynője megmondja, hogy milyen színű legyen a fal, ha jön a festő, milyen függönyt veszünk, milyen legyen az a csempe a konyhában, és a konyhában, a fürdőben, a spájzban, mindennek a helyét a hölgyek határozzák meg, kivéve a garázs. Tehát, ami a kerítésen belül van, az a fészek királynőnek a birtoka. És fantasztikusnak képes mindenre egyszerre odafigyelni, mert neki biológiailag ez a feladata. Ezért természetesen, ha azt fogja mondani a párja, uram, ezt a szekrényt nyomjuk odébb 20 centivel, nem kell vitatkozni, hogy kell, kész. Mert ha ő jól érzi magát, akkor ez biztos, hogy ön is jól fog érezni magát. 3 hét múlva megmondja, hogy mégiscsak mondjuk vissza. Visszanyomja. Természetes. De a fészekben, aki az utolsó szó, az az asszony. Normális esetben, uraim, ezt azért felül figyelembe. A férfi birtoka az, ami a kerítésen kívül kezdődik, nem? Hát ezért van az, hogy a férfi számára a legnagyobb birtok vesztés a munkahely elvesztése. Mert megszoktuk, hogy vigyisszük az a mamutot a hátunkon. Vagyis el kell menni vadászni, ehhez kell az autó, és kell a munkahely, ezért minden férfi tudja, hogy az autója hány köpcent is? 1600. Hány lóerős? 124. 124. Fix. Mikor lesz a következő nagy csere, hány kilométer? 15. Mindent tudunk az autóval, itt van, fiúk.
mindent tudunk az autóról, és ha ne az Isten az asszony elviszi és megkarcolja, hát akkor összetől a világ. És az így van. Hát. És természetes, hogy egy női autóban még a tavalyi kerszmaradvány is ott van a padlón, mert ő nem érdekli. Neki nem az a fontos. Neki a gyerek a fontos, meg a konyha. És hogyha megkérdezem, hogy a milyen öblítőt használnak, meg tudjuk, nem tudja. Én sem tudom. A szóta bikarbonát hol tartjátok? Mit tudja? Azt tudja? Azt tudja. Értettük? De hogy hol van a 10-es kulcs a garázshoz, viszont ő tudja. Na most ennek próbáljunk meg örülni, hogy egy férfi, ameddig férfi, addig rendben van. És ne próbáljunk belőle kislány csinálni. Sajnos az anyukák meggyötrik a fiúkat, mert egy igazi fiúnak a szobája olyan, mintha gránátot adtak volna vele. Tehát az nem érdekli neki, a terület ott van kész. Csengetnek a kerítésnél, és menni kell a fiúkkal felfedezni a világot, nem? Így van, vagy? Hát ez a normális. Hát, de ha anyuka ezt megakadályozza, onnantól kezdve szegény kisfiú olyan válasz lesz, mint egy sörös üveg. A kislányokkal is meg lehet ezt csinálni, egyéb. És most már nem akarok ebben mélyebben belemenni, mert ez számomra a legszebb és legbonyolultabb rész. Ehhez az alapokat kell tudni, hogy mi ezek a zónák, mi az, hogy birtok zóna. Csak próbáltam egy kicsit megmutatni, hogy igenis itt nagyon fontos viselkedésekről van szó, és ezek a viselkedések megváltozhatnak pontosan a túlélés érdekében. A túlélés érdekében. És ezt még befolyásolja a hormonális változás is, úgyhogy ezért van az, hogy a jodabetörő, akkor a fiatal ember fogja a fejszét, asszony kapja a kököket, elbújik, és azt mondja neki, gyere, ha mersz. Így van, uraim? Melyis időskorban? Nagymama veszi a piszkavasat, és papa bújik önök. Megváltoznak a funkciók, de az hormonális változás. És ez is így tökéletes. Tehát amikor nem akarunk egy férfiből nőt, vagy egy nőből férfit csinálni, az már egy nagyszerű dolog, de hát ezt ismerni kell a génemet. A negyedik biológiai természettörvény pedig elárulja számunkra, hogy a segítőinket úgy hívják, hogy mikrobák. Ezek a mikrosebészeink. Ők segítenek lebontani a felesleges sejtet az endodermánál, illetve a régi mezodermánál, és a baktériumok azok, akik segítenek visszaépíteni azt, amit már lebontottunk, illetve a vírusok. Úgyhogy akinek HPV vírust mutatnak ki a mély száj nyálkahártyáján, az legyen nagyon boldog, mert azt jelenti, hogy rendelkezik visszaépítő munkásokkal. Nem kellene őket kiirtani oltásokkal, antibiotikumokkal, meg egyébekkel. Tehát itt nagyon nagy dolgot, nagyon sok mindent kell helyre tenni. Az ötödik biológiai természettörvény pedig arról szól, hogy mindennek értelme van, és már elárultam, hogy mindennek az értelme a túlélés és ezen belül a faj fenntartása. Mint biológiai lény, az ember így működik. Csak hogy az ember nem csak egy biológiai lény. Annál van a micskével több, egy kicsinkóval, így mondjuk itt Felvidéken, ugye? Egy kicsinkóval több. Nos, a heleráknak mi a biológiai értelme? Vagy a tetefészekráknak? Hát ha elvesztettem a gyermekemet, az unokámat, a legjobb barátnőmet, mindegy a biológiának, a lényeg, hogy szerettem, nem? Akkor ezt szeretném pótolni. Lesz belőle heledaganat? Igen. A mozgató rendszerem miért? Mi a fenének fáj ez az ízület már? Hát miért nem tudja abba hagyni? Én nem hagyom abba. De miért fáj? Hát, hogy maradjak nyugton, ne menjek dolgozni fájó derékkal, mert csinálok egy rossz mozdulatot, az annyi. Hanem maradjak otthon és pihenjek, mert várjam meg, míg véget ér a program, mert akkor már erősebb lesz, mint volt. Ha tudom, hogy egy fájdalomnak van határideje, sőt, van célja, könnyebb kibírni. Már itt. De ha azt látom, hogy ennek nincs vége, és egyre jobban fáj, hát akkor az egy pokor.
Szóval az emlőmirigy szöve szaporodása, ez itt, ami narancssárgában van jelölve, ez teljesen természetes addig, ameddig az aggódás bennünk van. Mert akiért aggódunk, ha egy anyuka aggódik a gyerekért, táplálni szeretné. Hogy nem úgy van, hogy amikor a beteg gyerek elkezdeni, akkor már megnyugszunk, hogy most már megmarad. Tehát ez egy biológiai válasz. Így vagyunk felépítve, és ezt férfi ember is megcsinálja. Csak aggódni kell, nagyon erősen és nagyon sokáig. Ha egy napig aggódok és másnapra lenyugszom, akkor nincs belőle emlődaganat, de egy tisztességes nőnek már legalább 100-150 emlődaganata volt és megoldotta. Mert alapjában nem hiszem, hogy van a teremben olyan hölgy, aki még nem aggódott életében. Alaptermészet. Ezzel nincsen semmi baj. A baj az, hogyha egy 5 mm-es valamit megoldott gócot kimutatnak és elhitetik velünk azt, hogy ez rák. És onnantól indul a futószalag. Hát persze, már az egy emlékmű. Megoldotta egy aggódási dolgot. Már el van messzesedve. Már nem is tudnak belőle szövet a mintát venni. Nincs is hónajban nyirokcsomó, tapítható nyirokcsomó. És nem gyullad. Ez azt jelenti, hogy egy régi történet. De hogyha fáj, és a nyirokcsomóval hónajban megvan duzzadva, ez mit jelent? Hogy megoldási szakaszban van, és a lebontott sejteket a nyirokrendszer újra dolgozza. Megy a reciklik. Itt nem dobunk ki semmit se a kukában, mindent újra hasznosítunk. Ennyi. Ezért teljesen természetes, hogy a környéki nyirokcsomók duzzadtak lesznek, akárhol. Lehet a hasüvegben, lehet a májamnak, a gyomromnak valamilyen története, és a környéki nyirokcsomók megduzzadnak, de ez nem rák. Ez nem áttét. Nos, látjuk, hogy a kivezető csatorna az ektodermális, a piros mezőnyből származik, tehát ez először sorvad, utána meg visszaépül az elválasztási konfliktusra. Így van ez, amikor megelli a manci tehén a borját, és tudja a gazdag, hogy elveszi tőle a borjút, mert akkor a manci több tejet ad. Ezt már mindenki tudja, aki állattenyésztéssel vagy tehén, tartással foglalkozik. Miért? Mert szerencsétlen állat elviseli az elválasztási konfliktust, kitágul a tej kivezető csatorna, és ömlik belőle a tej. Aztán ebből jut a gazdának, meg jut a borjúnak is rendesen. De 4 hónap múlva visszamegy ez a borjú, megkapja Manci, és megismeri. Vajon a személy számáról, vagy a taj számáról? Közben őt. Hogyan ismeri meg? Az illatáról. Hogy megkerült az én elveszett kis borjam. Visszafogja a tejkivezető csatornáját építeni, és akkor a 4 ujjas kesztyűből az egyikbe gyullad. Állatorvos nincsen a teremben? Ugye ezt úgy hívjuk, hogy negyedes gyulladás. És kérdem az állatorvost, hogy azt levágjátok? Aztán megőrültél. Hát mondom, nem, mert tudod, hogy meg levágják a mellét. Mondom, kemót nem kap a tehén. Nem logikus a kérdés? Hát ha rákos, miért nem kap kemót a tehén, ha rákos? Na, vajon miért nem? Tessenek elgondolkodni rajta. Mert különben így járunk. És elnézést, de így vacsora előtt, hogy ne siessenek vacsorázni, mert a pipőr ráközelített. Tessék ezt megnézni. Hölgyeim, műtét, kemó és sugárkezelés utáni eset. Ez gyógyítás? Ez gyógyítás? Hát ezt mindennek nevezném, csak nem gyógyítás, mert látjuk hátról, hogy néz ki. A hölgy Dunaújvárosból írt nekem, hogy melműtött kemón és sugárkezelésen átesett hölgy voltam. Ezt már nem lehet megoldani. Ez már egy annyira durva konfliktus, hogy ezt lelkileg nem lehet feldolgozni. Úgyhogy kell tudni a kemoterápiáról, hogy sokféle fajtája van, mustárgáz, tiszafa, enzimgátlás, ellenes működésgátlás, véres enzim érzékenységének a gátlása, és aztán amikor egy tablettába beteszik az felső ötöt, azt én már csak atombombának nevezem. Mégis vannak, akik túlélik a kemoterápiát. Miért? Mert az epileptoi krízis után, tehát a megoldás második szakaszában, ha kapja valaki, akkor 50% esélye van arra, hogy azt túléli.
És kiderült, mert a Nature of Medicine folyóiratban a kutatók beszámolnak róla, hogy a kemoterápia nem csak a daganatos sejtekre hat, hanem az egészséges sejtekre is, sőt, azokat arra ösztönzi, hogy olyan fehérjét adjanak, ami üzemanyagot ad a tumor növekedéséhez. Tehát gyakorlatilag kapok daganat ellen egy vegyszer, ami még több daganatot okoz. Már ez a pokoli kör. És bebizonyították, hogy a beteg élete gyorsabban véget ér, pontosan azért, mert ez a WNT-16B fokozza a rákos sejtek túlélését. A rákos sejtek túlélését. Na most a 11 tanulmány azt is bebizonyította, hogy a kurkuma az agyi tumorok méretét 81%-ban csökkenti. Hoppá! Miért? Mert kihagyja azt a vizet, ami összegyűlemelt az agyban, és ami valójában nem is tumor. A terápiáról Hammer 12 sort ír, és teljesen igaza van, ha valaki ezt az ennyit tudja az egészről, amit itt elmondta, és ezt mindig mindenütt ingyen elmondom. Ha csak ennyit tudok, hogy amikor éppen szenvedek, akkor gyógyulási fázisban vagyok, vannak kivételek persze, mint az anginás fájdalom, vagy a gyomorfekély fájdalom, az konfliktusabb fázisban fáj, hál' Istennek, mert rögtön szól, hogy baj van. Tehát a megoldási szakaszban megyek el az esetek 99%-ában. Csak annyit kéne, hogy ismerjem, hogy ez a biológiának a teljesen normális válasza, megnyugodnék, meggyógyulnék is kész. De nem tudom megnyugodni. Nem. Megy a mókuskerék, jönnek a kérdések, türelmetlenek vagyunk, és hát amit mondtam, nem tudunk megbocsátani. Mutatok egy bazedovkóros felvételt, ez a hölgy így járt nálam először, aztán 3 hónap múlva így nézett ki. Szemorvos meg csak nézte, hogy most mi lesz. Már azt hittem, hogy kijön mind a két szeme, ugye arról szól, hogy a szemek kidőlednek, és aztán kiderült, hogy 3 hónap múlva rendben lett. Erről is holnap majd külön beszélek a pajzsmirigy kapcsán. A metasztázisokról már szóltam, hogy ezek olyan magyarázatok, aminek semmilyen tudományos alapja nincs. Egyszerűen, kérem szépen, mivel nincsenek migráns sejtek a szervezetünkben, ezért nincsenek drótkerítések se a szervezetünkben. Nem kellene. Viszont minden programra elindítok egy újabb, minden félelemre elindítok egy újabb és egy újabb programot. Tehát ha valakinek azt mondják, hogy mit tudom én, milyen rákja legyen, csípő ízületi rákja van. Le kell vágni tőből a lábát. Mert 18 évvel ezelőtt volt neki egy emlődaganata, és 18 év után most a levágott és kemózott emlődaganatból a sejtek ide átjöttek. Ezt nem fogom mondani. Mondtam, hogy de Gyula, miért nem kérdezted meg az orvost, hogy mire vártak ezek a sejtek 18 éve? Miért nem 15 éve ezelőtt csinálták? Vagy 20 év múlva? Miért pont most? És miért ide jöttek? Mondom, csontot itt is találtak volna. Ez a leghosszabb út, nem? Miért nem maradtak ezen az oldalon? De mindennek értelme van. Ez az ember úgy potyan be az utcáról, hogy behozta egy barátja, és akkor tettem fölnek a kérdéseket, csak annyit kérdezett, hogy honnan tudom. Hát mondtam, honnan, mert benne van a táblázatban. Tehát ez egy fantasztikus, logikus, tudományos rendszer. Ne felejtjük, hogy a tudomány azt jelenti, hogy valamire mindig ugyanazt a választ kapom. Nem lehetséges, meg az esetek 80%-ában igen, de vannak kivételek, és vannak ez nem. A halálfélelem mindig a tüdőszövetet éríti, pont. Semmi más nem éríti a tüdőszövetet. A birtokféltés viszont a légcsöveket, légcsövek nyálkahártyáját éríti. A túlhajszoltsági konfliktus mindig a szívizomzatot érinti. Tehát akinek szívizommal van betegsége, vezetési hiba, ritmus hiba, billentyű hiba, elvékonyodott, túlvastagodott a szívizma, az csak azért van, mert túlhajszoltsági konfliktust élt meg. Aztán az, hogy ez miért olyan, amilyen, ez attól függ, hogy hogy futatta le a programot, hogy újra játszotta, stb. Tehát
mindennek, de mindennek értelme van, minden megérthető belőle, és akkor hát el kell mondjam, hogy nagyon jól érzem magam a bőrömben orvosként, mert választ tudok adni a kérdésekre. És a beteg megtalálja, miért találja meg a konfliktusát, mert még nincs feloldva. Hát ugye azt várnánk, hogy akkor miért nem ezzel foglalkozik a mai medicina, ha ezt 81-ben Hammer felfedezte. A mi nagyuraink ezt 81-ben zárt ajtók között már százszor ellenőrizték, mondja Hammernek 86-ban a Tübingeni Egyetem jogtanácsosa száját kezében eltakarva. Minden alkalommal, ha egyetlen egy esetben nem tudták volna igazolni, úgy ön rögtön a következő napra meghívást kapott volna egy nyilvános felülvizsgálatra. Azt, amit Hammer doktorral művelnek, az már kritikán aludni. Elképesztő rágalom hadjárat, mindennek elnevezik, önjelölt gyógyító, sarlatán, szektaguló, antiszemita, tehát kórusban harsogják a német, osztrák sajtóban, úgyhogy elképesztő, hogy mit művelnek vele, hát nem csoda, hogy Norvégiában él számüzetésben. A Nagyszombati Egyetem, ugye Trnávai Egyetem, igazolta Hammernek a téziseit, csak hát ezt nem ismerik el. Már legalább 30 bizonyítási eljáráson Hammer mindig igazolta a tudását, de hát nem foglalkoznak vele. Az a feladatuk, hogy nem foglalkozzanak vele. Tehát elmondtam a szellemi szintű dolgokat, elmondtam az érzelmi szintű dolgokat, maradt a harmadik röviden, hogy mit tudom tenni sejtszinten. Ugye a szakrális radiesztéziát be kell vetni, hogyha ott kell segíteni, a germán gyógytudomány ismeretével tudom, hogy milyen lelki problémát kell megoldani. A Lavil, és neki sejtem a nevét annak, amit azután egy másik ember összehozott, tehát a Lavil, amit Tibor hozott össze, amit ő fedezett föl, a nanotechnológia és információ összeadásából, na ez az, ami hatalmas segítséget tud adni a sejt szinten, a gyógyulási folyamatokra. De természetesen azon, hogy fújom a sprét a sebemre, és én még mindig a bemoskoltsági konfliktus nem oldom meg, attól a herpeszem nem fog meggyógyulni. Mindig a legmagasabb szinten kell rendet tenni, és ezekkel csak segíteni tudjuk utána a biológia mielőbbi rendezését. A Propont az Berta András gyógyszerész professzornak a találmánya, magyar találmány, tökéletesen hat a rákos sejtekre és csak azokra. Csak azokra, recept nélkül lehet kapni, háromszor egy az adagja. És hát az immunkapszuláról egy szót se szólott, mert már 8 éve beszélek minden szerdán a webkonferencián, akit érdekel az egészségünk megőrzése menüpontból, szerda este 9-5 perce rákattint, és mindent elmondok. Életmódváltáshoz azért odaként figyeljünk, tehát hogy sejtszinten milyen táplálékot fogyasztunk, aludjunk rendesen, és hát a félelem feloldásával foglalkozzunk. Ugye az életmódváltás ez valahogy így néz neki, egy 180 fokos fordulat, mert a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Tehát ő tudja a konfliktusát, hoppá, már megint csináltam valamit, amit nem kellett volna, nagyon gyorsan nyomkodtam. Tehát amíg a beteg nem értette meg, hogy mire akarta a betegséggel megtanítani, nem fog igazán meggyógyulni. Tehát ha én megbocsátok, de nem felejtek, akkor megvan oldva, akkor nincs megoldva. Tehát ez az a dolog. És neki kell megtalálni a lelki békéjét, ő tudja valójában a saját gyógyulását maximálisan elérni, a terapeuta, az orvos ebben csak segítséget tud neki nyújtani. Megvilágítja, hogy arra van a kijárat, de kérdés, vajon mindenki meg akar gyógyulni? Nagy tévedés, nem kérem szépen, hát a betegségnek rengeteg előnye van. Hát én vagyok a beteg ember, a nagy áldozat, szegény én. Hát ezt dobtam én, hát autoimmun nem, meg genetikai. És akkor kell nekem megmentő.
És mindig talál a beteg ember magának egy megmentő. Tehát én a 100 jogosként végig tapasztaltam, majdnem 3 évtizeden át. Mindig volt egy. Ha meghalt a megmentő, lett egy másik. Én megoldottam. És ha megmentő nem volt hajlandó megmenteni, akkor glibakot csináltunk belőle. Ezek a pokoli háromszögek, ezeket föl kell ismerni, ezekből ki kell mászni, ezt a félelem vezérli, és mit mondott Hammer, miben halt el a daganatos beteg? A fel nem oldott félelmeibe, a pánikjába. Szóval, amiben segíthetünk, ha valaki bevállalja, hogy ezt a nagy áldozatot, hogy rászáll az életéből 3 egész nap, hogy megismerje a valós okokat, és meg is oldja. Fél megoldások nem jönnek szóba. Tehát helyre kell állítani az én képünket, félelemfeloldás, fájdalomfeloldás, pokoli szerepek tudatosítása, azonosultság, elengedés, kommunikáció, teremtés. 15-öt emelünk ki a legvégén belőle, de valójában ennél sokkal többről van szó. A 3 szintű gyógyítás összefoglalva, fizikai, testi szinten tisztítás, táplálás, védelem, algák, biológiai szinten érzelmi szintű megoldása a konfliktusoknak, mert akkor eltűnnek a sinek is, nem leszek újra beteg, nem leszek krónikus beteg. Szakrális szinten a káros szellemi energiáktól való megszabadítása a szakrális életterünknek, szakrális lényünknek. Nos, hát az egyetlen üzenetet jegyezzük meg a mai este, ez a lényeg, a biológia nem ellenem, hanem értem dolgozik. Akár mennyire fáj, ő éppen a túlélésemért küzd, és nem a halálomat akarja. Ezért van az, hogy nem mindegy, hogy értem vagy nem értem, hogy mit tesz a biológiám, én értem. Mert ha megértettem, akkor megszűnt a félelem. Ha nem értettem, akkor újabb félelmeket teszek, és a végén kiírja nekem, hogy game over. Végre a játéknak, kész, lemerítetted. Kedves gazdám, annyi programot indítottál, hogy lefagy a rendszer. Próbáljuk ezt a számítógépen, 10 filmet indítsunk el, biztos, hogy lefagy a rendszer. Tehát ennyiről szól az egész. Én megköszönöm mindenkinek a kitartó figyelmét. Most már keddi napokon is van germán gyógytudományból vett konferencia, ilyen nincs a Kárpát-medencében, és egészségünk megőrzése menüpontból a szerdai vett konferencia is elérhető. Hát tegnap esti az kifejezetten nagyon tetszett nekem, több okból is kifolyólag, az ugye a stílusból gondolom már átment rögtön, ahogy elkezdődött, az hát én sem tudok kétszer ugyanabba a folyóval lépni, és én sem vagyok az, aki voltam egy órával ezelőtt, mert a sejtjeink folyamatosan cserélődnek, tessenek megnyugodni, mindenki 7 éves a teremben, nem tudtok? A kalosszédia 7 éves. 7 évente cserélődnek a sejtjeink. A gondolkodásunk az öreg. Az. Azon kell változtatni. Amíg ezen nem változtatok, addig semmi nem fog megváltozni. Ahhoz, hogy meg tudjam változtatni a gondolkodásomat, az információ kellene. És hogyha látom a logikát ebben az egészben, akkor már el is tudom hinni, hogy ez működik. Tehát itt nem vakhit kell, tudjuk, mikor cigány árulja a lovat, azt mondja neki, hogy te cigány te, hát ez nem bátor ez a ló, hanem vak. Tehát ide nem vakhit kell, itt értelmes biológiai külön programokról van szó, mindennek értelme van, a túlélés és a fajfenntartása. Köszönöm a figyelmet, és holnap, aki úgy gondolja, még befér a terembe, van még üres székünk, 3 nap alatt megismeri alaposan ezt, amit itt elmondtam, és a 3. nap természetes, hogy megoldásokat adunk át. Tehát olyan gondolatokat, amiben ha mindenki beleteszi az érzést, akkor menthetetlen.